A szerdai edzésen mutatkozott be a média képviselőinek a székesfehérvári műkorcsolyázók új, szeptemberben megbízott edzője. Kulcsár Zsófia, többek között Pavók Viktória, az ország jelenlegi első számú versenyzőnője és a magyar szinkronkorcsolya válogatott szakmai felkészítéseért is felelős. Itt Fehérváron is nagy célokkal vágott bele a munkába. Nemrég vettem át ezt az egyesületet, ennek az irányítását, úgyhogy még kis időbe tellett, mire kitapasztaltuk, hogy a gyerekek mit tudnak. A nagyobb versenyzők már indulnak, most verseny decemberben Budapesten, a Mikulás kupán, ez egy nemzetközi verseny. Utána februárban lesz a magyar bajnokság, és ott szeretnénk, hogyha minél több fehérvári versenyző is részt venne már. Egyelőre 10 vagyunk, ugye, akik így a versenyzőké is válhatnak, de hát nyilván várjuk azokat a kicsiket még tanfolyamaink során, és ugye azokkal foglalkozunk, és szeretnénk, hogyha minél több utánpótlás szintű versenyző tudna innen felnőni. Heti 6 jeges edzés mellett balett és úgynevezett száraz edzéseken vesznek részt a gyerekek. Nem véletlen tehát, hogy a 15 esztendős Faragó Franciska nagyra törő álmokat dédelget a szezonra és a jövőre nézve is. Most ugye edzőváltás volt, és szerintem jobb lesz az eredményem. Indulok a magyar bajnokságon és a Mikulás kupán. Mi az álmod? Álmom? Európa bajnokság, talán olimpia, oda kijutni. 2014-ben műkorcsolya Európa-bajnokságot rendez Magyarország, Franciska ekkor 18 esztendős lesz. Ideális kor egy felnőtt világversenyhez.